Köszöntök mindenkit! Tavalyról jó néhány szőlőcsemete maradt, ilyen kis konténeres, amelyeket úgy gondoltam, hogy idén át fogom oltani. Tehát nagyon sok, például az eszterből nagyon sok maradt, arra nincs szükségem. Tehát ezeket mind át fogom oltani, ezek vannak itt, illetve lent a kertben is még vannak. Ezek nagyon szépen átteleltek, mutatom, hogy valamelyiknek ilyen hatalmas gyökere van, úgyhogy ezt majd valószínű úgy fogom tudni szétszedni, hogy szétvágom a cserepet. És első lépésként, itt mutatok egy másikat, első lépésként ugye, mivel májusban szeretném zöldbe fásra átoltani, le fogom metszeni, és körülbelül 3 rügyet hagyok, aztán utána majd, ha kihajt, akkor lehet válogatni, tehát első lépésként, akkor itt 3 rügyre ezt a kis csemetét most visszavágom. Akkor valószínűleg fog hozni 3 erőteljes hajtást, és akkor abba fogok tudni beleoltani. Következő lépés, hogy át is ültetem, tehát egy nagyobb cserépbe, amit már ide készítettem. Ennek a cserépnek az aljára kis agyagtalajt tettem, azért, hogy amikor beduzzad, akkor nem engedi, hogy a víz hirtelen átfolyjon, tehát valamelyes visszatartja a vizet. Sokszor járok úgy, ha a talaj kiszárad, akkor csak gyorsan átszalad rajta. Na most ennek az aljára rakok kis granulált szarvasmarhatrágyát, illetve innét fogok rakni, hogy ne érintkezzen a gyökér, ugye egy általános virágföld és komposzttal összekevertem. Tehát ezt teszem az aljára, illetve szoktam használni, ugye, ami szintén nagyon jó, gyökéritató, tehát erre fogom majd rátenni a kis csemetét, és mivel ugye ez a talaj komposztot tartalmazott, tehát elvileg sajnos lehet benne valamilyen féreg, ezért talajfertőtlenítőt egy picit szórok bele. És utána erre most már akkor rá fogom tudni tenni ezt a csemetét. Mutatom, hogy nagyon szépen be van gyökeresedve, tehát ez gyorsan fejlődésnek fog indulni, tehát ezt így szépen ráhelyezem, és utána most akkor szépen földdel körbe teszem, és talán most be se kell öntözni, mert előtte már én a csemetét beöntöztem, tehát nagyon nedves is volt a talaj, tehát most nincs rá szükség. Az, amit kikevertem, föld, ez is nedves, tehát egyelőre ez így jó lesz. Tehát így most ezt átültettem, ezek szépen fognak hajtani, és akkor májusban, amikor átoltjuk, akkor visszatérünk, és arról is akkor készítünk felvételt. Elkészültem tehát a csemetéknek az előkészítésével, ugye mindegyiket szépen átültettem, bemulcsoztam a felszínét, illetve visszalettek metszve. Most ezek utána bekerülnek majd egy fólia alagútba, ahol kedvező időjárás esetén ugye nagyon gyorsan fejlődésnek indulnak, hozzák a szép hajtásukat, és már akár május elején megtörténhet majd ugye az átoltásuk ezeknek a kis növényeknek. Akkor még egy érdekességet szeretnék megmutatni. Ezeket a csemetéket itt a teraszon teleltettem át, és itt voltak végig tavasszal, és hogy micsoda különbség van ugye a hőmérsékletben. Itt a teraszon legalább 5-10 fokkal melegebb van, és a növények már elkezdtek ugye itt hajtani, tehát már gyönyörű kis hajtások vannak, illetve lehet itt látni egy másiknál, itt a nedvkeringés beindult, ott lehet látni, tehát ezek már fejlődésnek indultak. Ezeket a csemetéket ki lehetne már igazság szerint ültetni a végleges helyükre, csak most egy picit félek, mert a jövő hétre fagyokat mond, tehát addig nem merem kiültetni, mert -2-3 fokot mond, és akkor ezek a kis rügyek sajnos elfagyhatnak, úgyhogy még biztonság kedvéért ezek itt fognak maradni, és amikor a fagyok már végleg elmúltak, akkor fogom végleges helyre kiültetni. Köszönöm szépen a figyelmet! Még több videóért iratkozz fel a csatornámra!
Ha tetszett, akkor lájkold. Írd meg kommentben a véleményedet, és azt is, hogy milyen témáról forgassak videót.